Köszöntöm kedves nézőinket a Lólépésben Sakkmagazin júniusi adásában. Állandó vendégem Varga Péter nagymester, nemzetközi mester, fideshag bíró. Én is mindenkit köszöntök. És hagyományainkhoz híven a műsorunk kezdetén, mielőtt sakkozni, kombinációkat megoldani kezdenénk, szeretnénk beszámolni a megye, illetőleg az ország sakkeseményeiről. Napokkal ezelőtt fejeződött be a Női Európa Bajnokság, amely egyúttal selejtező volt a meghíváshoz, tehát a már bejutni sem egyszerű típusú női világbajnokságra. Egy Magyarországon élő magyar állampolgár, vietnámi nemzetiségű sakkozónk, Huan Tan Trang, férfi nagymesteri címmel rendelkező sakkozónk vett részt ezen a versenyen. A közismert Chang kisasszony két évvel ezelőtt egyébként megnyerte az Európa bajnokságot, most is nagyszerűen szerepelt, bár nyilván voltak elégedetlen pillanatai, az összhatás azonban a végeredmény kedvező. Péter, mit tudsz nekünk mondani a Női Európa bajnokságról? Ugye elég sokan indultak, a fő cél ugye Chang kisasszonynak sikerült, tehát bejutott a bejutásos ugye világbajnoki selejtező rendszer világbajnokságra, tehát ez mindenképp óriási siker. Óriási siker. Az eredményével egy picit ugye elégedetlen volt Chang kisasszony, hogy az utolsó partiba vesztett, ha nyer, akkor az első 10-be végezhetett volna, ugye így 19. lett, de ettől függetlenül minden dicséret megilleti, hogy kiment, játszott ezen az Európa bajnokságon, ami Csakviban volt, ugye Grúziában, és egy hát érdekes dologról is szólt ez az Európa bajnokság, ugye egy viszonylag gyengébb játékos ugye sorra nyerte az partikat. Öt partiból ötöt nyert az első öt fordulóban, és nagyon majd erős, aztán erős. Történt valami, egy változás, ami után sorra vesztette a partijait. Igen. Mi volt ez az eset a román sakkozó nővel? Hát nagyon erőseket is megvert. Tehát még egyszer egyet-egyet úgy meg lehet verni, tehát el lehet kapni egy-egy jó játékos, de az így sorozatban nagyon jó játékkal verte meg őket, és ugye a nagymester nők ott mindenképp azt szerették volna, hogyha a közvetítés egy negyed órával később kezdik. Ugye ez nagyon fontos, hogyha ugye élőben közvetítik a partit, akkor olyan különböző ilyen kütyükkel, ilyen segéd. Tehát fogalmazunk úgy, hogy fennáll az elméleti lehetősége annak, hogyha élőben azonnal közvetítik a partit, hogy esetleg a háttérben szoftverekkel, illetőleg nagymester segítőtársakkal találják meg a sakkozónő számára megfelelő lépéseket, és elméletileg valamilyen úton, módon ezt a fülébe igen. is juttassák, erre gondolsz? Igen, ugye a sakkban nem igazából ezt jelentenénk, ugye, vagy ez jelenteni a doppingot idézőjelbe, ugye ott ilyen teljesítmény növelőszereket nem használnak a sakkozók, de viszont ez a külső segítség, a számítás technika ugye olyan nagy mértékben fejlődött a sakkban, hogy hihetetlen nagy veszély fenyegeti és magát, mint sportot, a sakkot. Úgy tudom, két levelet is írtak a női nagymesterek, akik játszottak az Európa-bajnokságon, aminek köszönhetően mi lett végül is a rendezőségnek a döntése. Hát mindenképp ez a 15 perces késői közvetítés. Vagy, tehát 15 perccel a lépés után jelent meg a világhálón a megtett lépés. Igen, úgy azért sokkal nehezebb volt, és utána már nem is tudott olyan jól játszani a román sakkozónő. Négy partit vesztett, ha jól emlékszem, zsinórban. Talán után egyet nyert még közben, és utána négy, tehát négyet vesztett, egyet nyert, 6 ponttal fejezte be a versenyt, ugye Chang kisasszony is szerencsére megelőzte őt, de konkrétan ugye az első levélben még nem volt megvádolása
román sakkozónőnek csalása, de egy második levélben már 16-an, azt hiszem, vagy 15-en írták alá azt a levelet, hogy ő mindenképp csalt, úgyhogy furcsa kis közjáték volt ez, szerencsére megoldódott, és nyugodtan végig tudták játszani. Hát manapság már ez lehet a idézett kivédése ennek a csalásnak, hogy nem azonnal jelenik meg a lépés a sakktáblán, hanem mondjuk 15 perccel késleltetik. Minden esetre számunkra jól ért véget a női Európa-bajnokság, Csankis asszony nagyszerű eredményt ért el. Egy óriási jelentőségű versenyt rendeztek Zalakaroson, ennek a sakkfesztiválnak a neve volt egyébként a Szaksz Gyula emlékverseny is, emlékezve nemrég elhunyt olimpiai bajnok nagymesterünkre, Szaksz Gyulára, aki kétszeres világbajnok jelölt is volt, hogy csak a legfontosabb eredményeit említsük meg. Óriási mezőny jött össze, ahol nem is a legjobb magyarok domináltak, hanem a külföldiek jelezték a legmagasabb szintet. Ez milyen verseny volt, Péter? Hát ez igen, Magyarország legerősebb, legszínvonalasabb ugye versenye. Ez a nyílt magyar bajnokság, ugye, ami annyit jelent, hogy külföldek is játszhatnak, és külön vannak utána a magyarok is értékelve. Tehát és van ugye, a versenyen legjobb, és ezen belül pedig külön értékelik magyar bajnokságként a legjobb helyezést elérő első, második, harmadik, stb. Magyarokat. Tehát kettős díjazás van az ilyen versenyen. Kettős díjazás, és tényleg, tehát a Magyar Sakkszövetség tavaly évben is és idén is megtámogatta ezt a versenyt, ami annyival járt, hogy nagyon erős külföldi játékosok is voltak itt a versenyen. Tehát 27 nagymester indult, férfi nagymester, ezen a nyílt bajnokságon, hát ugye aki tudja, tehát 8-an voltak 2600 feletti élővel rendelkező játékosok, 2500 felett nagyon-nagyon sokan, tehát ez egy kiemelkedő és egy fantasztikus nemzetközi szintéren is elismert verseny. És azt kell tudni, hogy szinte a legjobb játékosaink. Az élmezőny nem játszik sajnos, vagy nem játszott ezen a versenyen, de gyakorlatilag Berkes Ferenctől lejjebb Pap Gábor. Tehát az mindenki. Olimpiai csapatnak a tagjai, korábbi tagjai, illetőleg a tagság várományosai játszottak ezen a versenyen a magyarok igen. részéről. Nem mellesleg ugye ez a 20 év alatti magyar nyílt bajnokság is, és ugye a legjobb ifjúsági játékosaink játszanak ezen a versenyen. Egy nagyon-nagyon jó erőfelmérő nekik ez a verseny. Ugye van egy A csoport, ahol tényleg a legjobbak játszanak, van egy B csoport, ott is nagyon jó nemzetközi mesterek, ott nem játszhat mindenki, ugye 2400 élőpont alatti játékosok játszhatnak csak, de a két verseny összesen 199 résztvevő volt, fantasztikus verseny, nagyon jól szervezett, tehát ugye ez annyit kell tudni, épp azt figyeltem meg, hogy ez az alakorosi verseny is már 34. verseny, ugyanúgy, mint a nyírségi torna, tehát ezek egyidősek, tehát egy időben indult a nyírségi torna, meg az alakorosi verseny. Nagyon-nagyon sok külföldi játszott, ugye az első három helyre nem sikerült sajnos magyar játékosnak beverekedni magát. Ugye a lett Kovalenko Igor nyerte a versenyt, aki az elsőben egy 16 éves ifjú, még csak 15, de idén 16 éves Kántor Gergelytől vesztett, és utána csinált 8-ból 7 pontot. Fantasztikus hát, teljesítménye. Kérek a közbeszúró poénért, de én döntetlent játszottam Kántor Gergelyen. Igaz, hogy nem idén, hanem pár évvel korábban, de... Igen. Hát ő már nemzetközi mester, ugye 15 évesen lett nemzetközi mester, nagyon nagy ígéret. Tehát ő megverte, második helyen, harmadik helyen holt verseny volt, sőt, talán az ötödik helyig volt holt verseny. A Ragger Markus lett a harmadik, és a Borusovski Avital, tehát ő lett a második. Negyedik helyen pedig az indiai olimpikon Adhiban végzett, és ötödik helyre futott be meglepetésként a legjobb magyar versenyző, aki ezzel ugye a magyar nyílt bajnoki címet és a magyar bajnoki címet egyben megszerezte, ő pedig Horváth Ádám,
aki egy nagyon, nagyon veszélyes játékos. Azt kell, hogy mondjam, az utolsó három partiját megnyerte, és köztük két 2600 feletti. Az egyik az örmény válogatott tagja, Melkumian Rant volt, az utolsóban pedig az ukrán válogatottban is játszó Jefimenko Zahart verte meg, amivel ugye megérdemelte, hogy a magyar bajnoki címet. Második helyre Pap Gábor futott be, ugye második helyet ő szerezte meg, ő a paksi csapatnak a tagja, és harmadik helyen a legnagyobb magyar élő pontos, aki részt vett ezen a versenyen, Berkes Ferenc végzett. Jefimenko Zaharról azért hadd mondjam el, hogy játszott ő kisfiú korában a nyírségi tornán, a legjobbak között a mesteri csoportban, ott is bizonyította a tehetségét, akkor még nem volt ilyen szuper nagymester, csak látszott, hogy ebből a fiúból még igen komoly sakkozó lesz. Horváth Ádámról azt hiszem még azt is elmondhatjuk, hogy Portis Lajosnak a tanítványa. Hát igen. Volt kitől tanulni. Nagyon, hát ugye ő zalaegerszegi játékos, zalaegerszegi kötődésű, tehát ez mindenképp egy hazai siker volt ugye Zalakaroson, Zala megyében, és azt kell tudni Ádámról, hogy ő képes nagyon jól és nagyon rosszul is szerepelni. Ugye én éppen csapatvezetője voltam, amikor a 20 évesek Európa bajnokságát megnyerte, azt is majd nagy meglepetésre, jól erősebb játékosok előtt, de őnek ilyen a stílusa, vagy képes tényleg bárkit megverni, vagy pedig akárkitől, tehát még a gyengébb, jó vagy gyengébb játékosoktól is veszíteni. Most a jó formáját mutatta, úgyhogy ez mindenképp egy szép eredmény volt részéről, és még annyira, hogy a 20 évesek országos bajnoksága Csonka Balázs lett. Bajnokságán az elsőjét ugye Csonka Balázs szerezte, meg második a Kántor Gergely, amely említett, és harmadik talán az egyik legnagyobb ígéretünk, Gledula Benyámin, egri játékos, aki már lassan a 2500 élő pontot ostromolja, és én úgy gondolom, hogy hamarosan a magyar felnőtt válogatott tagja is lesz. Szaksz Gyula emlékversenye tehát egy rendkívüli színvonalú verseny volt. A mai műsorunkban szeretnénk beszámolni egy olyan sakkozóról, aki a magyar sakktörténelembe aranybetűkkel írta be a nevét. 5 éve hunyt el Bilek István nemzetközi nagymester életének 78. évében. Szerénytelenség volna a számunkról, részünkről azt mondani, hogy kolléga volt, hiszen Bilek István 12 évig vezette a magyar televízióban a Sakmat című sakkműsort. Mi csak gyönge inasai lehetünk ezzel a műsorra, de igyekezünk megemlékezni illő tisztelettel néhai Bilek István nagymesterről. Bilek nagymester 1932-ben született, 15 éves elmúlt már, amikor elkezdett sakkozni, ennek ellenére 20 évesen már elérte a magyar mesteri címet. Akkoriban a 20. század közepén még jóval kevesebb verseny volt, és jóval lassabban fejlődtek fel a sakkozók, jóval később érték el a nagymesteri szintet. Bilek nagymester 25 évesen 1957-ben érte el a nemzetközi mesteri címet, és 30 évesen szerezte meg a nemzetközi nagymesteri címet, ami akkor még sokkal nagyobb cím volt, mint manapság. Jóval kevesebb nagymester volt, és jóval nehezebb volt megszerezni ezt a címet. Illusztrációként elmondanám, hogy a világhíres Bobby Fischer 15 évesen lett nagymester, mégpedig azzal, hogy beverekedte magát a világbajnok jelöltek közé, azt megelőző versenysikereivel nem tudta kivívni a férfi nagymesteri címet. Bilek nagymester fénykorában a világ élvonalába tartozott, a legjobb helye a világranglistán, ha jól emlékszem, a 36. volt, háromszor is játszott a zónaközi döntőn azért, hogy a világbajnok jelöltek közé kerüljön. Hát ebben Bobby Fischer és mások megelőzték, de ennek ellenére a magyar sakkélet egyik óriási jelentőségű tagja. Háromszoros magyar bajnok volt, olimpiai csapatban bronzérmes volt, háromszor szereztek ezüstérmet, szekundánsként olimpiai bajnok csapatnak volt a szakvezetője, szekundánsa, és csapatkapitányként is elérte az olimpiai ezüstérmesi címet, nem beszélve arról, hogy Európa bajnokságokon is bronz és ezüstérmek garmadáját szerezte. Bilek nagymester nem csupán sakkozó volt, hanem mellette újságírói vénával is rendelkezett, egy rendkívüli intellektusú, rendkívüli kultúrájú ember volt, aki nem csupán a sakkban, hanem az élet más terén, legyen az művészet, képzőművészet, élvezte a szépet és jót.
A sakktársadalom szerencséjére és valamennyiünk megelégedésére Bilek nagymester a sakkban alkotta a legnagyobbat. Néhány jellemző kombinációjával, illetve partijának részletével szeretnénk róla megemlékezni. Bilek nagymester több évtizedes újságírói munkássága során rengeteg olyan partit feldolgozott, ami a sakktörténelem kincsestárának egy-egy eleme, és ezeket a maga szellemes megjegyzéseivel kommentálta és magyarázta, didaktikailag rendkívül helyesen, nagyon sokat tanultak tőle az ő játszma elemzése alapján. Az adott partit 1900-ban játszotta a híres Frank Marshall amerikai nagymester, aki egy élénk, kombinatív stílusú sakkozó volt, erős szivaros, ellenfele pedig az angol Amos Byrne nemzetközi mester volt, aki többek között arról is híres volt, hogy erős dohányos, pipázni szokott, és sokszor a parti mellett alig lehetett őt látni a pipafüsttől. Akkoriban még lehetett a sakktábla mellett dohányozni, még nem hoztak ezzel rendelkezést. A fáma szerint, hogy Bilek nagymester szellemesen írta meg a cikkében, Frank Marshall nagymester egészen megrébült, amikor látta, hogy Byrne hosszú partihoz készülődik, és rakta ki a pipázó szereit a parti előtt maga mellé az asztalra, és megijedt, hogy micsoda füstfelhőbe fognak burkolózni, ezért igyekezett gyorsan dőlőre vinni a partit. Marshall nagymester D4-jel kezdett, amire Byrne D5-öt válaszolt, C4-jel a vezércselt vitte a partiba a nagymester, E6-tal Byrne az ortodox védelmet választotta, következett huszár C3, huszár F6. Jól láthatjuk, hogy Marshall nagymester a gyaloglépéssel, illetve a huszárlépéssel a D5 pontot igyekszik tovább nyomni, most egy futó G5 lépéssel a huszár lekötésével továbbfokozza a D5 pontnak a nyomását, amit Byrne futó E7-tel igyekszik semlegesíteni. E3-mal Marshall kinyitotta a világos mezejű futójának az útját, erre sötét besáncolt. Huszár F3 után pedig B6 következett a híres Tartakover-Bondarevszky-Makogonov rendszerbe kívánt belemenni Byrne mester. Futó D3 következett, erre természetesen futó B7, ez is a Tartakover rendszernek az eszméje, következett a gyalogcsere D5-ön, 5D5, 5D5, és itt egy futóüt F6-tal eltávolította Marshall a D5 gyalogot védő tisztek egyikét. Futóüt F6-ra pedig Bilek nagymester tudósítása szerint Marshall rémülten vette észre, hogy nem sok jót ígér, hogyha hosszú pozíciós partiba bonyolódik bele Byrne-nel, hiszen Byrne ekkor elkezdte a pipáját tisztítani, kezébe fogta, szurkálta a pipaszurkálóval, és a tekintélyes méretű dohányos zacskót vette maga mellé. A nagymester nagyon megijedt tehát, hogy füstfelhőbe fog keveredni a partiban, ezért elkezdte forszírozni az eseményeket, H4-jel azonnal rátámadt sötét gyalogállására, királyállására, amit Byrne G6-tal igyekezett semlegesíteni, nyilván azzal, hogy az F6-on álló futót majd visszavonja a király elé a G7 mezőre, és az jól fogja őrizni a H6 és H8 mezőt. Marshall híres volt a kombinatív képességeiről, nem ijedt meg túlságosan, ezért folytatta a támadást, H5, amire Byrne elkezdte, úgy mondjuk sakknyelven, szellőztetni a királyállást, bástya E8-at húzott. Marshall kihasználta az alkalmat, hogy vonalat nyisson, a gyaloggal beütött G6-ra, amire Byrne a H gyaloggal ütött vissza G6-ra, és elkezdte megtömni a pipáját. Ezzel természetesen megrémítette Marshall nagymestert, aki egy kombinatív csapáson kezdte törni a csavaros fejét, és meg is találta azt, hogy hogyan kellene kihasználni a sötét király magányosságát, mint egy elhagyták a sötét királyt a védőtisztek. Vezér C2-vel Marshall nagymester felépítette a futó vezér üteget a B1,
H7 átlón, ami a H1-en álló bástyával és az F3-on álló huszárral csapást készül mérni a magányos királyra. Byrne ezért visszavonta a futót G7-re. Ekkor Marshall a Billet nagymester tudósítása alapján már szivarozott, és boldogan fújta fel a füstöt a tábla felé, nem az ellenfele képében, mint a sokan megtették egyébként már, és bevágott a mennykő. Byrnek nem kellett szikrát csiholni a pipájához, ugyanis elkezdett égni a királyállása. A nagymester ugyanis futót áldozott G6-on, futóüt G6, természetesen visszaütött a tisztre, sötét, üt G6, és vezérüt G6. Ekkor úgy látta a Byrne-mester, hogy nem lesz itt semmi probléma, kivédekezi a támadást, és aztán szép hosszú partiban legalább egy kiló dohányt elpipálva érvényesíti tisztelőnyét, ezért huszár D7-tel fejlődött tovább. Marshall nagymester ekkorára már kiszámolta, hogy nem sok pipadohányt fog elszívni az ellenfele, és ezért nem lesz dohányszagú a kiskabátjától kezdve mindenem. Huszár G5-öt húzott, amire Byrne rájött, hogy a huszár és a vezér miatt rendkívül gyenge az F7 pont, a H7 pont különböző kombinációk fenyegetnek, ezért vezér F6-tal kívánta a nagymestert rákényszeríteni arra, hogy vezért cseréljenek, és aztán utána a tisztelőnyét érvényesítse. Ekkor elnyomta Marshall a szivarját a fáma szerint, mert hogy meglátta az azonnali döntő kombinációt. Remélem tisztelt nézőink is látják a döntő kombinációt. Ráterelő, elterelő figuráldozat következik. Bástya H8, sakk, és itt Byrne nemzetközi mester már nem tudta meggyújtani a pipáját Marshall nagymester legnagyobb megelégedésére. Itt ugyanis kötelező a király G8 üt H8, és azok után pedig a H8-on álló királyt világos a vezér H7 lépéssel mattolja. Ezek után, miután megemlékeztünk Marshall egyik élvezetes és minősíthetem úgy lendületes partijáról, amit egy nagyon szép, hosszadalmas cikkben mutatott be Billet nagymester, térjünk rá Billet nagymesternek a sakkművészetére. A képernyőn látható hadállást egy olyan partiból való, amit 1974-ben játszott Billet nagymester, az ellenfele a jugoszláv Nikolic nemzetközi mester volt. A parti történetéhez hozzátartozik, hogy Billet nagymester hosszas gondolkodás után megfogta a vezérét, és ellenfele a világos színekkel játszó Nikolic nemzetközi mester teljesen természetesnek vette, hogy Billet be kíván ütni a vezérére, tehát vezért kíván cserélni, ezért megragadta a saját vezérét és levette a tábláról. Elfeledkezett azonban arról, hogy Billet nagymester az a sakkozó személyiség, aki döbbenetes kombinációkra képes, és olyan váratlan, valószerűtlen lépéseket tud tenni, amire senki sem gondol. Billet nagymester sztoikus nyugalommal kivette az ellenfél kezéből a saját, tehát a világos vezért, visszatette a D1 mezőre, és a saját vezérével nem az ellenfél vezérét ütötte le, hanem D2-re helyezte azt. Ekkor az ellenfél az elmondások szerint szinte leesett a székről, hiszen egyszerűen ütésbe tette Billet a saját vezérét. Ez azonban egy hosszú lejáratú kombináció, amely nyerő kombináció, döntő anyagi előnyhöz jutott ezzel Billet nagymester. Nem volt más, ugye nem lehet ellépni, ezért le kellett ütni a futóval a vezért, futó üt D2, amire következett C3 üt D2. Most a gyalogot nem lehet leütni, F2-re és F1 mezőre nem lehet kilépni az F7-en álló világos bástya miatt, ezért Nikolic a királyát E2-re helyezte. Ekkor megkapta a huszár C3 sakksekket, kénytelen kelletten ugye leütötte a királlyal a D2 gyalogot, Billet nagymester leütötte az ellenfélnek a vezérét, amire következett még bástya F1, amire huszár E5,
A Bástya F1 azért következett, mert ugye a világos mezejű futótól Bilek nagymester F7-en álló bástyája kötésben van, ezt a kötést semlegesíti, védi az E5-ön álló huszár. Futó E6-ra következett Bástya E6, Bástya Aladár 6, Bástya üt F7, vagy futó üt F7, huszár üt F7 után pedig nem maradt más, huszár üt F7, nem maradt más, mint Nikolicsnak a parti feladása, ugyanis ütésben van még az A1 bástya is, és így tulajdonképpen döntő anyagi előnyt ér el Bilek nagymester. Ennyi fért a mai adásunkba Bilek nagymester sakművészetéről. Szeretnénk a következő havi adásunkban folytatni Bilek nagymesternek a legszebb, legjellemzőbb kombinációit, játszma vezetéseit. Most szeretnénk bemutatni a júniusi műsorunknak a megoldandó megfejtését, amire várjuk és buzdítjuk nézőinket, fejtsék meg a feladatot, és küldjék be a lólépésben@gmail.com e-mail címre. A helyes megfejtők között egy sakkönyvet sorsolunk ki, amit postai úton kézbesítünk. A táblán látható hadállásban sötét lép és nyer, sőt, ha világos nem a legjobban játszik, néhány lépésben mattot is kap. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!